Sziasztok! Zsolt vagyok. A mai videóban az AutoGlim Extra Gloss Protection nevezetű felületvédelmet fogjuk kipróbálni, amit az autofejlesztés.hu-tól kaptam, viszont ez nem egy fizetett hirdetés, az őszinte véleményemet fogjátok látni és hallani, mint mindig. Felviszem majd egy mikroszálas applikátorral a felületre, minél vékonyabb rétegbe próbálom, és egy olyan, hát azt hívják, hogy 30-60 percet kell állni hagyni, hát hagyom 60-at, mert miért ne? És utána pedig egy másik puha mikroszálas kendőből pedig visszatörlöm. Értelemszerűen a gyártó azt ajánlja, hogy előbb legyen a felület felpolírozva meg mi egymás. Most nem megyünk ennyire bele a végletekbe, de a gyártói ajánlás az az, hogy polírozott felületre vigye fel az ember. Kihagyok majd egy elemet, és akkor meglátjuk, hogy hogy teljesít. Csapassuk! One hour later.
Na lássuk, van-e bármi vízlepergető hatása. Bal oldalt nem volt lekezelve, jobb oldalt le volt. Nos, fiúk, lányok, ez volt az Autoglimnek az Extra Gloss Protection nevezetű felületvédelme. Hát, egyszerű volt felvinni, egyszerű volt visszatörölni, annyi, hogy sűrűn kell forgatni a kendőt, mert hamar megtelik ugye a hát nem tudom, minek hívjam, vakszal. A szaga az egy kicsit kellemetlen neki, mindenképpen érdemes ilyen jól szellőztetett helyen használni, mert ilyen nagyon erős oldószer szaga van neki, de amúgy szép a vízlepergetése, és gyönyörű fényt adott a kocsinak. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ha mi nem tettétek volna, és nyomjátok a kis csengettyűt, így nem maradtok lénéshez hasonló videókra. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!